Mennyire népszerűek Szenesi vándalai? Kevés olyan ember van ma Magyarországon, aki nem ismerni ezeket a dallamokat és szövegeket. A 60-as, 70-es években több jelentős magyar énekes is sikerre vitte Szenesi vándalait, többek között Kovács Kati, Kós János, Szécsi Pál, Korda György, és még sorolhatnánk. A gála estet a Szenes család köré építették, hiszen nem Szenes Iván volt az első és nem is az utolsó tehetséges dalszerző a családban. Édesapja Szenes Andor és lánya Szenes Andrea is a kiválóságok között szerepel. Többször volt olyan műsorunk, amikor egy szerzőre emlékeztünk meg, Kálmán Imrére, Lehár Ferencre, így volt a különböző műsoraink, és aztán ebből jött az ötlet, hogy van Magyarországnak egy olyan zeneszerzője, akiről azt mondják, hogy a legtermékenyebb magyar zeneszerző. És egy kicsit kapcsolódik az operett műfajhoz, az operett világhoz, hiszen Szenes Ivánnak az édesapja Szenes Andor volt, aki ugye a legnagyobb operett szerzőkkel dolgozott együtt, Kálmán Imrével, Lehár Ferenccel. És akkor ebből jött az ötlet, hogy Szenes Ivánnak szeretnénk egy estet csinálni, ahol az ő munkásságát szeretnénk bemutatni. Nagyon széles a paletta, és nagyon nehéz volt kiválogatni azokat a számokat, amik helyet kaptak a műsorban, ugyanis Szenes Iván körülbelül 2000 dalt írt, amiről ő azt mondta, hogy 120 sláger is lett. Tehát nekünk ebből az óriási anyagból kellett kiválasztani azt, amit a nézők ismernek, szeretnek, de szólalnak meg olyan dalok is az egészben, amiket nem hallani minden nap a rádióban vagy a tévében. És valóban, ahogyan mondtad, széles a paletta olyan szempontból, hogy mi Szenes Andortól, a nagypapától, egészen Szenes Andreáig mutatunk be különböző dalokat. Az operett egy kicsit másabb műfaj, ugye nálunk hozzá vannak szokva a művészek, hogy az egy három órás nagy pörgés, énekel, tánccal, 300 jelmezzel. Itt ez egy visszafogottabb, koncertszerű előadás, amit valóban másképp kell előadni, másképp kell énekelni, de próbáltuk úgy választani a dalokat, hogy mondjuk egy primadonna is meg tudja mutatni magát ebben az előadásban, a Szenes Iván dalokon keresztül. Van egy korosztály, aki Szenes Iván dalain nőtt föl, de Kollár Péter úgy látja, hogy ezek a slágerek abszolút időtállóak, és bár nem mindenki tudja, hogy ez épp Szenes dal, mégis a mai napig minden nemzedéknek ismerősek a dallamok. Azt gondolom, hogy a Szenes Ivánnak olyanok a dalai, hogy a fiatal generáció is abszolút tudja őket. Van a műsorunkban egy ilyen pont, amikor beszélgetünk erről a közönséggel, és én abszolút ezt látom, amikor megszólal mondjuk a Kicsi gyere velem rózsát szedni, vagy a Nem csak a 20 éveseké a világ, hogy a nézőtéren ülő 10 pár évesek is, akiket mondjuk a nagymama vagy a szülők hoztak el, ugyanúgy éneklik ezeket a dalokat. Szeretnénk a Szenes Iván, ennek a nagyszerű szerzőnek egy emléket állítani. De azt gondolom, hogy nem is nagyon kell, hisz a lánya Szenes Andre olyan méltóképpen tartja a kezében ezt az egész dolgot, és őrzi, ápolja az édesapjának és a nagypapájának az emlékét, hogy a nézők tudnak erről. De mi is szeretnénk erősíteni ezt a dolgot, igen.